karmat hozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az igazat. Lásd meg, Urunk, a te népednek sanyarúságát, és küldd el az eljövendőt. Küldd el a bárányt a föld kerekség órát. Küldd el a kősivatagból Sion leányának hegyéhez, hogy elvegye rólunk fogságunk igáját. Harmat hozzatok, magasságos hegek, s a felhők hozzák az igazat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és a televíziók mellett. Isten áldását kérjük szolgálatunkra, erre az adventi szent időre, annak utolsó napjaira. Kérjük, hogy a jó Isten készítse elő szívünket a vele való találkozásra. A mai szentmisénket média apostolainkért és média apostolaink ima szándékára ajánljuk föl. Ahogyan azt meghallgathattuk a rózsafüzér előtti imaláncban, illetve mindazon ima szándékokra imádkozunk, amelyeket szívünkben hordozunk. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Szentek fényessége, mennynek ékessége, Uram, irgalmazz mi nekünk. Kriszte, Istennek szent fia, Mária magzatja, Krisztus kegyelmezz mi nekünk. Kyrie minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket, Uram, irgalmazz mi nekünk. Könyörögjünk.
Istenünk, az angyali üdvözletkor, a te végtelen örök igédet úgy fogadta a szeplőtelen szűz, mint Isten szent temploma, melyet elárasztott a szent lélek fénye. Engedd kérünk, hogy példáját követve alázattal vállaljuk szent akaratot teljesítését. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A választott nép szorongatott napjaiban Izajás próféta által így szólt az Úr Akház királyhoz. Kérd magadnak jelet az Úrtól, a te Istenettől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból. De Akház így válaszolt. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izajás próféta azt mondta. Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét? Még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezik, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ki trónolt, Uram, a kerubok fölött, ébreszt föl a te hatalmadat, és jöjj el. Ki trónolt, Uram, a kerubok fölött, ébreszt föl a te hatalmadat, és jöjj el. Izrael pásztora, figyelmez, ki népedet, mint anyájat vezeted. Ébreszt föl a te hatalmadat, és jöjj el. Ki trónol, Uram, a kerubok fölött, ébreszt föl a te hatalmadat, és jöjj el. Alleluja, 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 alleluja. Ébreszt fel, Urunk, a te hatalmadat, és jöjj el, hogy megszabadíts minket. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Hat hónappal keresztelő János születésének híruladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názaret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy légy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldatabb vagy te minden asszonnal. Ennek hallottára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s jó Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő,
a magasságbeli fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindöröki, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyolt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyol ezt válaszolta neki. A Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt nevezni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant örökségében, sőt már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgálójánya, történik velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televíziók mellett. Az adventi szent időben egyrészt végig kísérjük az üdv történelem legfontosabb szakaszait, azt a várakozást éljük át, amellyel az emberiség, majd pedig az Úr későbbi ígérete szerint a választott nép várta az üdvözítőt. A Szentírás első lapjain, a Biblia első könyvének, a Teremtés könyvének harmadik fejezetében a bűnbeesés történetéről olvashatunk, és a büntetésről, amelyet az Úristen kilátásba helyez, és ez meg is valósul. Ennek terhét hordozzuk az ősbűn átkaként, de ugyanakkor, amikor a kígyóhoz szól az Úristen, mint egy megátkozva őt, elmondja, hogy ellenségeskedést vetek közét és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, és te pedig a sarkát mardosod. És ebben megfogalmazódik az ős evangélium. Az első jó hír, hogy az embernek nem kell a bűnterhét mindörökre viselnie, mert az Úristen megbocsájtó, az Úristen valakit majd elküld, aki helyrehozza az ős bűnnek következményeit, és majd egyszer végleg megszünteti azt. Az Úristen megkegyelmez a bűnös embernek. Ez az irgalom elindítja egyszer s mint. Az irgalmasság üzenete, az ős evangélium elindítja az új szövetség irányába, és a későbbi szövetségkötés irányába a várakozást. Vagyis megkezdődik a messiás várás már az ős evangéliumtól kezdve. Aztán ott van a későbbi szövetségkötés Ábrahámmal, akinek megígéri az Úristen, hogy megsokasítja utódait, és benned nyer áldást a föld minden nemzete. Ez az ígéret elhangzik, és ettől kezdve Ábrahámmal kezdődően a választott nép is megkezdi a messiás várását. Adventben mindezeket próbáljuk a magunk keresztény hagyományai és annak külsőségei szerint is megérteni és megélni. Ezért hangsúlyozzuk, hogy még adventben számunkra
nem érkezett el a karácsony, még nem gyulladnak ki a fenyőfáknak, a karácsonyfáknak a fényei, lámpái vagy gyertyái. Számunkra még nem köszöntött be a karácsonyi énekek sora, még nem jött el a csendesély, nem szállt le a mennyből az angyal, mert mi még várakozunk, ráadásul sötétségben, amit ez a téli idő kiváltképpen kifejezésre juttat, a legsötétebb napok, éppen most van majd a napfordulója, vissza az egyre növekvő világosság irányába. Mindez az emberiség várakozására utal. És van egy közvetlen várakozás az adventi esemény sorozatban, ez pedig az angyali üdvözlettel kezdődik, amiről ma ismét hallottunk, és amely ígéretek elhangzottak Gábor angyal szavaiban, ígéretében a boldogságos szűzanyához. A várakozásunk a konkrét születésnapra is irányul. A liturgikus esztendő és kalendárium szempontjából ez az advent, ami csak idén alig több mint 3 hét, mégis összefoglalja azt a 9 hónapot, amíg az ember élete kifejlődik, és a fogantatástól a szűzanya szíve alatt kibontakozik Jézus emberi élete az ő születéséig. Felidézzük, mint egy a március 25-i fő ünnepünk cselekményétől kezdve, a gyümölcsoltó boldogasszony napjának eseményeit, aztán a sarlos boldogasszony ünnepét, amikor Erzsébetet látogatja a szűzanya. Ennek vannak külön ünnepei a megfelelő időben, legalábbis ami ebbe a 9 hónapba belefér, de ezt is belesűrítjük az adventi várakozásba, mert konkrét születésnapra készülünk, olyan eseményre, amely meghatározza az egész emberiség életét. Olyan eseményre készülünk, amely ugyan egyszer történt csak meg, mert egyszer született meg erre a földi életre a világ üdvözítője, de egyszer s mindenkorra azt az isteni közelséget meghozta már az emberiség számára, amely csak fokozódhat. Megéljük ezt az imáinkban, a liturgiánkban, az egyház életében, ünnepeiben. Megéljük az Isten közelséget a személyes keresztény hitünk nyomán. De a távolság még mindig nagy. Egyre közelebb kell kerülnünk az Úrhoz, és az ember vágya az, hogy egészen eljusson Isten színelátására, amely majd csak az utolsó ítélet nagy ajándéka, az örök életre szóló feltámadásban teljesedik ki. Adventben várakozunk, és látjuk, hogy milyen nagy évezredes, és ugyanakkor konkrét várakozási időpontjaink és időszakaszaink vannak. Nem értelmetlenül, nem nosztalgiából, nem hagyományból, hanem mindez szolgáljon személyes életünk, hitéletünk alakítására. Ahogyan hatással volt a boldogságos Szűz Máriára Gábor angyal köszöntése, ahogyan hatással volt Szent Józsefre maga a tény, hogy eljön egy gyermek, aki nem tőle származik, hanem Isten ajándéka. Ezek a hatások tova terjednek ránk is, ma élő keresztényekre, és ezért kérjük az Úrtól, hogy mindezek hatására valóban változzék az életünk,
valóban gazdagodjon, kerüljünk közelebb a Jóisten titkaihoz, és rajtunk keresztül pedig őrizzük is, és adjuk is tovább a világ számára a megtestesülés titkát. Beteljesült a proféták szava, beteljesült, amit Izajástól hallottunk, az Úr Emmanuel, velünk az Isten, érezzük is, tapasztaljuk is minden nap, hogy az Úr jelenlétében élhetünk, ő nem hagy el soha, és legyen válaszunk az, amit Szent Pál fogalmaz meg a római levelében, legyünk életünkben, halálunkban egyaránt az Úréi. Amen. Kérjük testvéreim, a mennyország kulcsát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy nyissa meg a bűn börtönének zárait, és a sátán rabságából kiszabadítva vezessen el a mennyei Atya országába. Tört meg bennünk, Urunk, a bűn erejét, és szüntesd meg a bűnök átkos következményeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tégy minket engedelmessé, hogy a boldogságos szűz példája szerint élhessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy jól készüljünk szent áldozásainkra, megtapasztalhassunk velünk az Isten. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy minden ember kiszabaduljon a bűn sötétségéből és a sátán rabságából. Kérünk téged, hallgass meg minket. Földi életünk befejezésekor nyisd meg nekünk a mennyország ajtaját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, téged Dávid kulcsának nevez egyházad, mert egyedül csak te tudod bezárni a pokol kapuját és megnyitni a mennyországot. Kérünk, édesanyád, a boldogságos szűz közbenjárására, nyisd meg nekünk a kegyelem áradását, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. A Hozsanna énekeskönyvünk egyes számú énekét énekeljük, annak felajánlási verszakát. Jóságának, irgalmasságának, ki mindenkor kegyelmez a halandók gyarlóságának. Felajánljuk magunkat, jóságának, köszönjük testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Vagy jelen az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, tekints fiad egyetlen áldozatára, hogy annak szent titkában részesedve elnyerhessük az üdvösséget, amelyben hiszünk, s amelyet reménykedve várunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten,
Krisztus, a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Sanctus, 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 Dominus, Deus Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jön. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.
Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Vitolis peccata mundi.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A mai alkalommal két szín alatt fogunk áldozni, ezért ma nem lehetséges a kézből áldozás. Majd a hozsanna énekek sorából a 127-es ének fog sorra kerülni. Kezének műveiről beszél a mennyből. Egy nap a másnak zengi az ígét, az éj az éjszakának tovább adja e tudást. Íme az ősz, méhében fogan és fiat szűr, neveli hiszem, Emmanuel, velünk az Isten. Nem olyan beszéd ez, s nem olyan szavak, hogy ne foghatnád föl hangjukat. Minden földre eljut a zengésünk, a földkerekség széléig szól az ő igéjük. Íme az ősz, méhében fogan és fiat szül, s nevelészen Emmanuel, velünk az Isten. Ott lakozzál,
Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, Istenünk, hatalmaddal oltalmazzon minket, akiket mennyei adományaiddal táplálsz, hogy szentségedben részesedve igaz békességnek örvendjünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus, felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. És most a Szent Mise végén elimádkozzuk csütörtöki nap lévén az eukarisztia litániáját. Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk! Szent Háromság Egy Isten, irgalmazz nekünk! Illő kenyér, ki a mennyből szálltál alá, irgalmazz nekünk! Elrejtett Isten és üdvözítő, irgalmazz nekünk! Választottak eledele, irgalmazz nekünk! Csodálatos kenyér, irgalmazz nekünk! Szüntelen áldozat, irgalmazz nekünk! Tiszta áldozat, irgalmazz nekünk! Szeplőtelen bárány, irgalmazz nekünk! Elrejtett manna, irgalmazz nekünk! Isten csodáinak emlékezete, irgalmazz nekünk! Természet feletti kenyér, irgalmazz nekünk! Testélet ige, irgalmazz nekünk! Hitünk titka, irgalmazz nekünk! Fölséges és tisztelendő szentség, irgalmazz nekünk! A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosa, irgalmazz nekünk! Az Úr szenvedésének szent emlékezete, irgalmazz nekünk! Minden bőséget meghaladó ajándék, irgalmazz nekünk! Isten szeretetének legnagyobb jele, irgalmazz nekünk! Az isteni bőközösség túlárodása, irgalmazz nekünk! Szent és felséges titok, irgalmazz nekünk! A halhatatlanság orvossága, irgalmazz nekünk! Éltető nagy szentség, irgalmazz nekünk! Virontás nélkül való áldozat, irgalmazz nekünk! Kegyesség szentsége, irgalmazz nekünk! Szeretet köteléke, irgalmazz nekünk! Hívő lelkek tápláléka, irgalmazz nekünk! Az Úrban meghalók úti eledele, irgalmazz nekünk! Az eljövendő dicsőség záloga, irgalmazz nekünk! Légy irgalmas, kegyelmezz nekünk! Légy irgalmas, hallgass minket, Jézus! Szent tested és véred méltatlan vitelétől meg minket, Jézus!
A test kívánságaitól ments meg minket, Jézus. A szemek kívánságaitól ments meg minket, Jézus. A nyelv bűneitől ments meg minket, Jézus. Az illet kevésségétől ments meg minket, Jézus. A bűnre vezető alkalmaktól ments meg minket, Jézus. Nagy alázatosságodért, amelyel tanítványaid lábát megmostod. Ments meg minket, Jézus. Lángoló szeretetedért, amelyel ezt a szentséget rendelted. Ments meg minket, Jézus. Szentséges tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál. Ments meg minket, Jézus. Szent tested sebei által. Ments meg minket, Jézus. Szent szíved sebe által ments meg minket, Jézus. Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy egy csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtarts és erősíts. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezest. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy bennünk szereted tűzét feléreszted. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy bennünket a halálunk oráján e mennyei úti eledelel megerősít. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezest. Kérünk téged, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezd nekünk, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Hallgass meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmazz nekünk, Jézus. Kenyeret adtál a mennyből. Amely minden különbséget teljes. Könyörögünk. Istenünk, te az emberek megváltásának a művét egyszülött fiad húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add, kérünk, hogy akik Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül nevekedjünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a befejező áldást arra kérem, mind jelenlévő testvéreimre, mind pedig a televízió kedves nézőinek életére, hogy az Eukarisztiából táplálkozva az Úr Jézus, aki nap mint nap megszületik, életünkben jelen van, szentségeivel látogat, életünk eseményeit kíséri, hivatásunkat erősíti, méltó hajlékot találjon bennünk a karácsony szent ünnepén, ezért jeleztem már előre azt a lehetőséget is, hogy szombaton reggel, december 22-én már 3:48-tól van gyónási lehetőség, Hess Attila Pálos atya is érkezik, hogy kedves testvéreink elő tudjanak készülni a karácsonyi ünnepekre, elvégezzék a karácsonyi szent gyónást. Holnap tartjuk az utolsó hajnali szentmisét reggel 6 órakor. Minden testvérünket, érdeklődőt szeretettel várunk. Az Apostol Televízió is a hajnali szentmisét fogja közvetíteni, ahogy ezt tettük az adventi keddi és pénteki napokon. Örömmel jelzem tehát azt is, hogy a Gazdagréti plébánián működő Apostol Televízió immár a 11. kerületben a UPC kábelhálózaton fogható, Budapesten pedig a Digi kábelrendszeren, Széchény és környékén ugyancsak kábelen, a kábel szolgáltatókon keresztül elérhető.
Most tehát fogadjuk az áldást, majd énekszóval várjuk, ó jöjj, üdvözítő. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeden. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz ellenet, akik a lelkek veszélyre körül járnak a világba, Isten erejére szaszíts vissza az a helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög életünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög életünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek életünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek életünk.